az embernek van egy benyomása, vagy van egy általa készített ilyen fotodokumentáció, vagy valami, vagy van. Ugye van neki egy benyomás, amit szeretne képre vinni, tehát egy hordozóra vinni. Jelen esetben ugye nagyon sokat sétálok, ha átmegyek a határ túloldalára a Gróf Károlyi kastélynak a kertjébe, a parkba. Az minden évszaknak más hangulata és egy ilyen őszi, érdekes, napsütéses, fényárnyék játék, sok árnyékkal ez a hideg-meleg színekkel. Ez már régóta a fejemben volt, előkerestem, volt valahol nekem egy ilyen színes fotóm is valami, és akkor megpróbálom ezt a hangulatot egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon statikus, nagyon nyugodt, de vibráló őszi színekkel, és a hideg, lilás, zöldes, hideg árnyékot, de egy hangulatot akarok. Hangulat. Nos, akrillal kezdtem. A kép az elején olyan érdekesen néz ki, minden stádiumában érdekes. Feleségem felsétált, míg dolgoztam most valamelyik nap ezen. Ugye meg szokott látogatni, hoz egy stamperlit, hogy el ne száradjak érte, és megnézi, mit csinálok. És azt mondja, hát ez készen van, mondom, te hogy van ez kész? Nézem, te akár kész is lehetni. Ez a kétely. De míg a nagyon nehéz, ha túldolgozod a képet, elveszíti a frissességét. Ezt most már a szakmabeliek a könyökükön jön ki, mindenki tudja. Nem kell túlvinni, hagyni kell egy frissességet neki. Nem kell túlmagyarázni, de ez más műfajban is így van. Ugye? Ha túlmagyarázod, érted, az úgy, ahogy mondják, az túl sok duma. Az valahol meg kell állni. Az a legnagyobb baj, mikor egy képzőművész egy egész litániát, egy A4-es lapot ele kell írni, hogy mit akart ábrázolni. Úristen, mikor én ilyesmit látok, hát én nem értem, akkor hagyja az ecsetet, és csak írja le. Jobban járunk mindannyian, ugye? Most vagy a kép beszél, vagy mellé írunk, hogy mit tudom én, hogy a királynak megropant a dereka, és négy kézzel megy a Szaharába, vagy mit tudom én, és ilyen címeket, én nem tudom, mire való ez, hát... Ez a sok a duma, meg kell csinálni. Meglátásom szerint három tényező játszik közre abban, hogy az emberből alkotó művész legyen. Ez a három tényező közül, ha az egyik hiányzik, már a második kettő effektív megsemmisül. Bármelyik hiányzik, a másik kettő már nem elég. Az egyik az, hogy kell tehetség, ugye nyilvánvaló, mert hát tehetség kell. Na. A másik kell hozzá egy fantasztikus akarat, következetesség, és a harmadik megfelelő szakirányítás. Most gondolj bele, hogyha szakirányítás nincs, van akarat, tehetség, de nem elég. Ha nincs akarat, hiába van szakirányítás, meg tehetség, nem elég. És nyilván, ha nincs tehetség, akkor miről beszélünk. Tehát ez egy olyan üzenet. Másik üzenet, hogy fiatalon ne kutass egy stílus után, hagyd a fészkes felébe a stílust, dolgozni kell, folyamatosan, következetesen dolgozni kell. Egyszerűen csinálni, és egyszer csak hopp, megtalál téged egy stílus. Nem kell keresni, az jön. A feleségem Nagy Károly a határon túlról, ugye én pedig szintén abból a körzetből egy sváb közösségben születtem. 88-ban visszaköltöztem úgymond az őseim hazájába, tehát visszatelepültünk Németországba, és folyamatosan az óhazát úgymond látogattuk. Itt egy alkalommal Máriapócson megismerkedtem egy fiatal, szimpatikus férfival, akiről kiderült, hogy Pócs Petri, és összebarátkoztunk, ők látogattak bennünket Németországba, ilyen vakáció, mi itt jövett Nagy Károly vagy Erdély felé, megálltunk itt, megszálltunk, és így ilyen barátság lett. Kiderült, hogy a Német Szövetségi Nyugdíjhivatal fel fogja nekem ajánlani, hogy korábban menjek nyugdíjba, és hát akkor úgy silabizáltuk, úgy döntöttük el, hogy ezen a környéken, tehát közel a Nyírség a másik oldalához, itt szeretnénk egy ilyen rezidenciát összehozni.
Természetesen megkérdeztük Tamás György barátomat, aki pillanatnyilag polgármester a faluban, annak idén még nem volt, és hát ugyanúgy itt volt egy eladó házikó, és azt megvettük, kialakítottunk, és így telepettünk meg, mint német állampolgárok itt Bócs-Petribe. Én három helyről megyek el, és három helyre megyek haza, otthon. Tehát ez egy ilyen furcsa dolog, és hát miért ne közel az Erdély oldalhoz, de nem ott, mert ez elvi kérdés, hogyha onnan elnézést hason csúszva szöktem át a zöld határon, én oda nem megyek vissza. Szó szerint úgy, ahogy van a sárba, hason csúszva szöktem át a határon Magyarországra. A zsebemben a szövetségi kormánynak a hivatalos igazolásával, hogyha német területre lépek, akkor német állampolgár leszek. Nem engedtek el a hatóságok. Nem bántalmaztak oda át, de hát már nem nagyon, már az állásomat is fenyegették mindent, tehát így, és akkor úgy döntöttem, hogy én szökök el előre, és rá egy évre kiszöktettem a lányomat, a kislányomat, aki kicsike volt, és a feleségemet. Hát a képre, ha ránézel, ugye akkor hát elsősorban a fókusz az ugye, még a Hunyoric is ugye rögtön a világos rész, tehát a közepe táján valahol látszik, és abból kiemelkedik az a kéz. Ugye a kéznek többféle értelmet lehetne a mozdulatnak adni. Lehetne olyan, hogy mintha búcsút intene, de mintha azt mondaná, hogy elég. Ugye? És mögötte ott látszik valahol, tehát egy nyugodt táj, valami tájegység van, idillikus, mit tudom, és fölötte lobognak valamik, amik tulajdonképpen nem tettem oda semmilyen nemzet zászlaját, de valami zászlókat jelképeznek, ugye azok a lengések, és ott egy kéz belecsünk. Ugye, és akkor oda döbbezte, úristen, az egy elesett katona, és akkor lecsúszik, jobbra egy kicsit, de úristen, ez egy sisak. És akkor jössz le a sok-sok kereszt erdő, ugye. Ez így valahogy áll össze, alkotódik, ugye. A sisak maga szimbolikus értéke, azért választottam ki ezt, mert ez egy második világháborús magyar páncélsisak. Tehát itt ez nem német, ez magyar. Én tudom, ilyen a német, ott kicsi változás van, én pontosan tudom. Tehát ez egy magyar páncélsisak, és ezt itt festettem, ugye, és én azt hiszem, akkor történt, van minden évben ilyen doni emlékmenetek, meg a Don-kanyari front összeomlás, ahol sok-sok-sok tízezer magyar katona is, nem csak német is, de most itt vagyunk Magyarországon, életét vesztette értelmetlenül, ugye, és az úgy megrettentett, mert az én apám is végigcsinálta a háborút és hadifogságot, mindent, úgyhogy ez így egy kicsit így, a címe is az, hogy Vae Victis, jaj a legyőzötteknek, tehát tulajdonképpen ezek is szimbolikus ereje van. Itt nincsen szó semmilyen nemzetről tulajdonképpen, a sisakon kívül, ami egy hovatartovást jelöl, de nincsen szó, a kereszt az kereszt, ugye a keresztény, nyugati keresztény világban. Szimbólum értéke van, és az a szomorú, az elesett katonának a figurája, tulajdonképpen ott hökken meg az ember, ott belóg egy kéz. Ugye? Igen, ez egy ilyen tematika, ilyet is feldolgozok. Egy életvidám habitusú ember vagyok, ugye, a látszatcsal én nagyon könnyen egyfajta ilyen melankolikus, depresszív állapotba is áteshetek, így hosszan elgondolkodó. Nem nagyon akarok belemerülni az ilyen, kerülöm az ilyen tematikát jó részt, mert az túl sok energiát vesz el tőlem. Az élet nedvet kiszívja belőlem, tehát nem nagyon akarok belemerülni. Ez nem tettetett vidámság, hanem őszinte vidámság, de foglalkoztatnak ilyen témák is. Foglalkoztatnak. Nos, a szülőfalumban ugye van egy műemléki barokk templom,
ugye 1760-70-ben építették valamikor, és ott 14 stáció katolikus vallásnál vannak a Krisztus keresztútja, ugye? Miután elítélték és megfeszítették és minden, ugye, és én ezt megfestettem a szülőfalumnak felajánlásból, és akkor sokat foglalkoztam ezzel, ugye. A katalógusban is van ilyen keresztre feszített jellegű dolgok, minden, de én annyira oda mentem benne, hogy egy barátomnak a fiát, aki krisztusi korban volt, felhoztam egy létrát, rátettem egy, csavaroztam egy valamit, és oda akasztottam. És úgy kezdtem rajzokat, meg fotókat csinálni róla. Akartam látni, hogy mennyire nyög, mikor fel van ott a... ugye? És, és annyira belementem, hogy ez milyen érzés az tulajdonképpen, és már azt is láttam, hogy, ha az tulajdonképpen megfulladnak. Ugye? Ez összeroppant, tehát ez annyira belevitt, hogy én nem voltam jó semmire sokáig. Tehát én ilyen alkat vagyok. Ha én nem festek, vagy rajzolok, nem csinálom, ugye, akkor van egy hiányérzetem, fizikailag nem érzem jól magam. Valami nem stimmel. Valami nem. Voltak, hát most az ősszel is volt egy olyan, a tél elején volt egy olyan periódus, mikor egy néhány hét, akkor már kezdtem témferegni, akkor már nem éreztem jól magam. Nekem ez egy életmód. Tehát ez nem kell csináljam. De hiányzik. Ez egy belső, szinte atavisztikus kényszer. Érted? Kell csinálni, mert nem érzem magam jól, ha nem csinálom. Ez már egy életmód, ugye? Ezt csinálom, míg a szemem bírja, míg fizikailag még képes vagyok rá, csinálom. Tehát rossz szó csinálom, de hát addig végzem, míg Értelme van, mert lám, megnézik az emberek, eljönnek, meghallgatják, én szívesen adományozok, felajánlok munkákat, most is festek egy plébániának valamit, hogy nem, megkörnyékeztek, hogy nem, megcsinálom, felajánlom, egy figuratív kompozíció, elbibelődök vele, mert szeretem csinálni. Nagyon szeretek rajzolni, nagyon szeretek festeni, mikor festek, akkor is rajzolok. Ezt megállapították a kollégák már, hogy bármit csinálsz, de mindenhol rajz. Az egyetemen a festészet tanára egy nagyon-nagyon-nagyon jó ember volt, egy szeretetre méltó és nagy tisztelet, kitűnő profi festőművész volt, és által nézte a tanulmányokat, amit csináltam, színtanulmányokat, és annyit mondott, Gnánt maga nem festő. Így. Na, gondoltam, ennyi nekem, ezt mondja ott. Szóval nézzen rá ott a kollégára. Így. Na, az festő. Szóval az érzi a színeket. Maga pedig tudja a színeket. Maga nem ösztönös festő. Maga rajzoló. Így. Először nem tudtam mire vélni, és teljesen igaza volt. Én megtanultam a színeket. Pontosan, logikusan minden, pontosan, most már érzem, úristen, sok évtized, fél évszázad gyakorlata után, most már játszok, ugye? De akkor nekem, én nem éreztem úgy, mint az, aki ösztönösen, a vénából feste, ahogy mondják. Én nem éreztem azt. Én rajzoltam, nekem a vonal volt mindig. És nincs, ne legyen egy nap vonal nélkül, ahogy a latinul mondják, ugye? Állandóan rajzoltam, és most így csinálom, a rajzosság benne kell legyen, az a rigoróz rajzosság, a grafikus. Valahol úgy is kibújik.